Mégis marionett, delej, küllők, sávok, pigment. Néhány Nagy Zsuko eddig megjelent 6 kötete közül, amelyekből a nyíregyházi költő verseket és prózákat válogatott a pénteki felolvasóestre. Zsuko 13 éves kora óta ír, országosan is egyre ismertebb. Munkásságát az elmúlt évben a Magyar Kultúra Napi alkalmából Bella István díjjal jutalmazták, amelyet olyan fiatal alkotók kaphatnak, akik a nemzeti irodalom értékes hagyományaihoz kötődnek. A szerző munkája miatt Budapest és Nyíregyháza között ingázik, jelenleg új prózai köteten dolgozik, ami várhatóan egy év múlva jelenik majd meg. A KM12 formáció a Petőfi Klubbal együtt szervezte az estet a Városi Galériában. Ez azért is érdekes ez a felolvasás, mert egy galériába történik, és van egy külön hangulata az egésznek, és a háttérben pedig egy ilyen videó fog forogni, zenék fognak forogni, szóval egy izgalmas kísérlet lesz, és egy interart lesz az egész. A vetített képek Jofó munkái, amelyek szervesen kapcsolódtak a felolvasott művekhez. A mai felgyorsult világban szerintem már nem állja meg a helyét egy kiállítás magába, egy felolvasás magába, mivel a világunk úgy fel van gyorsulva, hogy mobiltelefon által akár 1000 képet megnézünk percek alatt, így szerintem mindent kötni kell, és mindent egyre komplexebbé kell rakni, úgy, hogy az ember a mostban azt érezze, amit kell. A különleges esten az érdeklődők az irodalmi és képzőművészeti élmények mellett a borkultúrával is találkozhattak, mivel a szervezők egy tokai pincészet közreműködésével 3 féle bort kínáltak a galériába látogatóknak.